Annyira sok izgalmas sztori van még a nemzetközi kapcsolatokban, hogy a kíváncsi vagy hasonlóra, akkor feltétlen jelez nekem vissza valahogy füstjelekkel, vagy akárhogy, hogy tudjam, hogy ez érdekes irány. Vágjunk bele! Az észak videó után itt az ideje, hogy újra geopolitikai témához nyúljunk. Az sem volt egy vidám te a délután, de a mai videóban olyan dolgokról lesz szó, amik teljességgel megértem, ha átlépik az inger küszöböd. Ettől függetlenül a nyakadba fogom zúdítani ezt a borzalmat. Szívesen! Kontinást váltunk. Ázsiából Afrikába repülünk. Tudod, az a földrész, ahol minél délebbre haladsz, annál kevésbé tudod felidézni fejből, hogy pontosan melyik ország és hol is helyezkedik el. Fővárosokról már ne is beszéljünk. Sok szempontból tűnhet távolinak tőlünk ez a kontinens, és lássuk be, az iskolában is méltatlanul keveset foglalkozunk vele. Pedig megdöbbentően sok színű kultúrával és történelemmel rendelkezik, még az olyan pici országok is, mint Ruanda. Aminek a fővárosa Kigari. Igen, kigari. Köszönöm a kisegítést! Földrajzilag egy meglehetősen szerény méretekkel rendelkező országról beszélünk, a területe Magyarországnak kevesebb, mint egy harmada. A lakossága azonban több. Jelenleg kb. 13 millió ruandai állampolgár él itt, ami így egy nagyon magas népsűrűséget eredményez, és egyébként folyamatosan növekedés. 1994-ben, amikor a népírtás történt, Ruandának 8 millió lakosa volt. Most és a videóban végig olyan megnevezéseket fogok használni, amiket ma már alkotmány tilt Ruanda. És a videó végére azt is érteni fogod, hogy miért. Jöjjenek ezek a megnevezések. Két fontos népcsoportról fogunk ma beszélni a videó során. A népesség 84%-át tették ki a hutuk, és a 14%-át a tuszik. Elsőre furcsának tűnhetnek ezek a megnevezések, de végig a százalékkal együtt fogom megjeleníteni itt a képernyőn is, hogy éppen melyik népcsoportról beszélek. Ugyanis ami a konfliktus szempontjából nekünk most fontos lesz, az az, hogy az egyik népcsoport az jelentősen nagyobb, mint a másik. Köztük húzódott tehát az az ellentét, ami 1994-ben közel 1 millió ember halálát okozta. A népírtás viszont nem a semmiből pattant ki, sosem úgy szokott. Volt ennek egy nagyon komoly és több évtizedes előzménye, amiben többek között a gyarmatosítóknak is nagy szerepe volt. Ruanda 1894-től volt gyarmat, előtte egy hagyományosan nagyon zárt ország volt. Ennek a zártságnak és a jó szervezettségének volt egyébként köszönhető, hogy meglehetősen sokáig ellen tudott állni a környékbeli afrikai népcsoportok támadásának, illetve hát ugye az európai hódítóknak is. Említettem a két népcsoportot, a hutukat és a tuszikat, és ugye az ő arányaikat az országban. És van ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes dolog itt. Annak ellenére, hogy a hutuk tették ki a társadalom többségét, nem ők voltak vezető pozícióban az országban, hanem a tuszik. A tusziké volt a gazdasági és a politikai hatalom, ők voltak kvázi az elit, sőt az egész társadalom élén is egy tuszik király állt. Foglalkozás szempontjából is volt különbség egyébként a két csoport között, a hutuk hagyományosan földműveléssel foglalkoztak, a tuszik pedig állattenyésztéssel. Sőt, még fizikailag is megkülönböztethetőek voltak, a hutuk alacsonyabbak és sötétebb bőrűek voltak, míg a tuszik magasabbak és világosabb bőrűek. Fontos látni tehát, hogy már eredendően is voltak különbségek a két csoport között, viszont az, ami ezeket a különbségeket el ellentétté fokozta, az egy külső erő volt. Ugorjunk most a 19. század végére, amikor megkezdődött a gyarmatosítás időszaka. A németek voltak az első gyarmatosítók, ők még nem igazán akartak belenyúlni a rendszerbe, csak szerették volna minél jobban kiaknázni azt a saját hasznukra. Ők maradnak az első világháború végéig, aztán jönnek a belgák, akik viszont már sokkal nagyobb rombolásba kezdenek. Belenyúlnak az évszázados, egyébként addig működő társadalmi rendszerbe, és ez fokozatosan elkezdi növelni a belső feszültségeket. Néhány példát mondok. A Tuszi király pozíciója például addig gyengítik, amíg az már végül ilyen ceremoniális, szimbolikus jellegűvé nem válik. Belenyúlnak az addig jól működő jogrendszerbe, a területi vezetésbe, és ami egy nagyon fontos mozzanat lesz, hogy a belgák kezdik el kategorizálni a lakosságot. Bevezetik a személyi igazolványt és ezzel a rassz megnevezést is. Hivatalossá tulajdonképpen kőbevésetté teszik azt, tudod, aminek ma már alkotmányosan tiltott a használata, azt a két megnevezést, hogy hutuk és tuszik. És ezzel a nagyon lényeges lépéssel egyébként egy újabb hagyományos intézmény szüntetnek meg, és ez pedig a kategóriák átjárhatósága. Eddig ugyanis ezek kifejezetten rugalmasak voltak. Sokkal könnyebben lehetett valaki hutóból tuszi, vagy pedig visszafelé, mint ezután. Innentől ugyanis jelentősen kisebb lesz a mobilitás. Azt pedig, hogy ki hutó és ki tuszi, azt úgy döntötték el, hogy akinek van legalább 10 szarvasmarhája, az tuszi mindenki más pedig hutu. Ezzel egy idejűleg a tuszik közül elkezd kiemelkedni egy értelmiségi réteg, akik tulajdonképpen a belga rendszer kiszolgálói lesznek. Ez tehát ekkor a helyzet, a ruandai kisebbség vezető pozícióban, a többség pedig alávetett helyzetben. És mindezek tetejébe jön egy külföldi erő, aki tulajdonképpen kis túlzással kirakost játszik a ruandai társadalommal. Az 50-es évek második felében elkezd kieleződni a helyzet. A hutuknak ugyanis egyszerűen elege lesz ebből, hogy többségként ők elnyomottak, és elkezdik egyre aktívabban felemelni a hangjukat. A belgák eközben az évtized végére szépen lassan elkezdik kigolyózni a tuszikat a vezető pozíciókból, és hutukat ültetni a helyére. Látványos a váltás, még meglepő is lehet, de nem ok nélküli. Az 50-es években ugyanis lezajlik egy kormányváltás Belgiumban, és innentől fogva ők is elkezdik látni azt, hogy Ruanda egy nap függetlenedni fog. Ez elkerülhetetlen. És azt is látják, hogy arra, hogy hogyan fog megtörténni ez a függetlenedés, most még lehet ráhatásuk. És hát enyhén szóval sem lenne a legszerencsésebb úgy hagyni az országot, hogy a több mint 80%-os többség van lávetett pozícióban. Ups! Ezért megszületett a döntés. A függetlenség előkészítése során kerüljön át a hutuk kezébe a hatalom. Ez ilyen egyszerűen hangzik, nem? És gondolom sejtett, hogy most mi jön. Hogyha csak egyet tippelhetnél, akkor ki az, akinek nem tetszik ez a hirtelen váltás? Hát a tusziknak az addigi vezető pozícióknak egyszer csak lőttek, persze, hogy nem értenek ezzel egyet, és el is kezdenek radikalizálódni. Egyre erősebbek lesznek a részükről a belga ellenes hangok, és megkérdőjelezik, hogy egyáltalán úgy mit is keresnek ők itt. És innentől csúszós a lejtő. 1962. Ebben a feszült helyzetben adják át a belgák a kormányrudat a ruandaiaknak. Ekkor függetlenedik ugyanis az ország, és innentől fogva a tuszikat egyre jobban elnyomják, akik erre válaszul a környező országokba kezdenek menekülni. Ott is fennállnak egyébként ezek a hutu tuszi viták, csak az változó, hogy melyik országban, melyik népcsoporton többségben vagy vezető pozícióban. Most néhány olyan mozzanatot fogok megemlíteni, amik mind rátettek egy-egy lapáttal a feszültségre, és remélhetőleg a végére érthető lesz, hogy hogyan és miért történhetett meg a népírtás. 1972-ben a szomszédban Burundiban egy meglehetősen véres öldöklés zajlik le, ami során nagyjából 100 ezer hutut ölnek meg. Burundiban is többségben voltak egyébként a hutuk, de a függetlenedés után nem lettek a hatalom kizárólagos birtokosai, mert hogy a katonaság az a tuszik kezébe került. A gyilkolás következménye, hogy rengeteg hutu menekül Ruandába, ezzel a hatalmas menekültáradattal Ruandának viszont baromira nem könnyű megküzdenie. A tuszi ellen a retorika tovább erősödik, a hutuk egyre radikálisabbakká válnak. A 70-es évek végén diktatúra kezd kialakulni Ruandában. Az ország egyik jellemzője, hogy a lakosok nem mobilisak, tehát hogy nem költözhettek csak úgy egyik erről a másikra. Nyilvántartásban vezették, hogy ki hol lakik, ki hol dolgozik, személyes adatok, mindent. A népírtás kezdetekor ezeket a nyilvántartásokat használják arra, hogy kihirdessék a megölendő személyek és azoknak a családjainak az adatait. A 80-as években Ruandát Afrika Svájcának hívták. Jól működött a gazdaság, jó volt az egészségügyi ellátás, alacsony volt az analfabetizmus, szóval úgy egészében rendben volt az ország. Az évtized végén azonban jött egy asszály, a gazdasági mutatók csökkentek, és ezzel együtt az életszínvonal is rohamosan zuhanni kezdett. Mindenre még jött egy malária járvány, éhezés és ellátási nehézségek. Ezzel egyidejűleg azonban maradt egy terület, amire Ruanda továbbra is kifejezetten sok pénzt költött Sőt, egyre többet. Ez pedig a fegyverkezés. A fegyverre költött pénz az konkrétan megtöbbszöröződik ebben az időszakban. Említettem, hogy a tuszik a környező országokban menekültek az évek folyamán. Ugandában meg is erősödött a pozíciójuk, és egyre jobban kezdte őket foglalkoztatni a gondolat, hogy vissza kéne térni Ruandába és visszavenni a hatalmat. 1990-ben meg is próbálják ezt, és tippelj mi lesz belőle. Egy három éves polgárháború. A tuszik támadását külföldi segítséggel sikerül visszaverni, de az ország ezután romokban. A polgárháború végén kötnek egy megegyezést, aminek a fenntartására vagy őrzésére kvázi az ENSZ felállít egy békefenntartó csapatot, ami viszont sokkal kisebb és sokkal kevésbé felszerelt, mint amire szükség lenne. Ez a KB 2500 főből álló egység még nagyon fontos szerepet fog játszani a történetben, úgyhogy jegyezd meg őket. Ruanda súlyosan segélyfüggő lesz, és azért, hogy ezeket a nemzetközi segélyeket megkapja, ezért látszólag a két népcsoport elkezd együttműködni. A háttérben azonban megindul a készülődés a népírtásra. A népírtásra módszeresen készültek fel. A hadsereget 7000 főről 30 ezer fősre duzzasztották, és elkezdték létrehozni azokat az intézményeket, amik később kiszolgálták a népírtást. Az egyik legfontosabb ezek közül egy rádió lesz, az RTLM rádió. Tulajdonképpen ezen a rádión keresztül fogják irányítani azt, hogy a hutuk hova menjenek és kiketöljenek meg. Hogy értsük, hogy hogy lehetett pont egy rádiónak ekkora szerepe, fontos látni, hogy a rádió lefedettsége sokkal nagyobb volt, tehát hogy az országos volt. Ruandában ekkor mindenki rádiót hallgatott, tévét sokkal kevesebben néztek. Eközben pártok is alakulnak, az egyik legfontosabb például ifjúsági szervezetként jön létre, de egyébként nagyon gyorsan felfegyverzik a tagjait. Még az elnöki gárda is részt vesz a népírtásban, akik kifejezetten magas katonai képzettséggel rendelkeztek. Itt vannak tehát az önszerveződő radikális miliciák, a hivatalos elnöki gárda, és hát maga a rezsim, ami ezt az egészet működtetni és irányítani fogja. 93-94 körül egyébként a nemzetközi közösségnek is feltűnik, hogy valami nem oké. Kiderül ugyanis, hogy Ruanda ugye a megkapott segélyeket fegyverekre költi. A segélyek innentől elapadnak, a fegyverkezés viszont nem áll meg. Kínából kezdenek el importálni macsetét és bozótvágó késeket, de olyan mennyiségben, hogy minden harmadik ruandai férfinak jut egy. 1994. április 6. Lelövik azt a gépet, amin többek között a ruandai elnök is utazik. Ez a népírtás hivatalos kezdete. Az, hogy kilőtte le a gépet, itt nem teljesen tiszta. A Hutu rezsim természetesen azt terjeszti, hogy a tuszik voltak azok. Itt az ideje számolni velük. Terjed egy olyan verzió is, hogy a nemzetközi erők is benne voltak a merényletben, tudod, az a békefenntartó csapat, akiket említettem korábban, és így ők is ellenséggé válnak. Ezután következik egy brutális gyilkosság, ahol többek között 10 békefenntartót is megölnek, és üzenetként a holtestüket meggyalázzák. A csapat 90% a két héten belül elhagyja az országot. Mondhatjuk, hogy átment az üzenet. A következő száz nap az maga volt a földi pokol. A hutukat módszeresen, szervezetten vezényelték ki minden egyes nap reggeltől délutánig, hogy fésüljék át a területeket a házaktól kezdve a nádasig, és öljenek meg minden egyes tuszit, aki az utókba kerül. Az öldöklés után pedig szabadon fosztogathattak. Az utólagos beszámolók alapján egyébként sokkal több húst ettek és sokkal több alkoholt ittak ebben az időszakban, mint amennyihez korábban bármikor is hozzájuthattak volna. A tuszik menekültek, de sokszor hiába. Volt, aki a nádasban próbált elbújni, de ugye azt is módszeresen átnézték, volt, aki templomban keresett menedéket, de még ez sem volt garancia a túlélésre. Nem egy papot vagy apácát vontak később felelősségre, mert hogy értesítették a rezsimet, hogyha a menekültek érkeztek a templomukba. Sőt, volt olyan is, aki maga zárta rá a templom ajtaját a szerencsétlen tuszikra és nem csak tuszik voltak egyébként áldozatok, hanem a mérsékelt hutuk is. És úgy egészében, ha bárki a hutuk közül azt mondta volna, hogy na jó, állj, ez túl sok, akkor ő is az áldozatok közé került. A vegyes házasságok kérdése is felmerül, ugye, ilyen esetben a családnak a tuszi részét azt megölték, a hutu részét pedig elengedték, feltéve, hogy nem volt ellenkezés. Ha a hutu férfi vagy nő ellenkezett, akkor kapott egy pisztolyt és választhatott. Vagy lelövi ő a házastársát, vagy őt lövik le csecsemőket falhoz csapták, vagy csak egyszerűen lemészárolták őket, mint bárki más, nem számított, hogy mennyi idős tusziról van szó. Tuszi volt, akkor meg volt pecsétálva a sorsa. A nőket tömegesen erőszakolták meg, és nem csak felnőtt nőket, hanem lányokat, gyerekeket, szinte kortól függetlenül, és ez a pszichés és fizikai traumákon túl a nemi betegségek fokozott és rohamos növekedéséhez is vezetett. Az átlag támadó felszereltsége egyébként nem a pisztoly volt, hanem a korábban említett bozótvágó kés vagy macseta, mert hogy ezek olcsóbbak voltak, könnyebben beszerezhetőek, és nagyobb tömegeket lehetett vele lemészárolni. És itt szeretnék egy könyvet ajánlani, a bozótvágó kések évszakát. Az elkövetők beszámolói vannak benne ebben a könyvben, kifejezetten megrendítő, erről szólok előre, de hogyha érdekel mélyebben a téma, akkor ez egy kötelező olvasmány. Ez megjelent magyarul is a következő, amit ajánlani fogok, az nem. A népírtás kb. 100 napig tartott, tehát Satszper kb. 3 hónapig, és az áldozatok száma 800 ezer és 1 millió közé tehető. Ez rengeteg ember nagyon rövid idő alatt, és ez is mutatja, hogy mennyire egy előre eltervezett, szisztematikusan kigondolt etnikai népírtásról volt szó. Kigali, a főváros, kétségbejtő állapotba került az események végére. 350 ezer lakosból kb. 30-40 ezer maradt, az épületek megrongálódtak, ivóvíz nem volt. A népírtás végén a tuszik átveszik kigaliban a hatalmat, és bosszú hadjáratba kezdenek, ez azonban már sem szervezettségben, sem volumenben nem éri el azt a szintet, ami az előző 100 napot jellemezte. A hutuk percepciója az volt, hogy a tuszik most így minden hutut meg akarnak ölni, és ezért tömegesen menekülni kezdtek. A menekülő hutuk között ott vannak maguk a népírtók is, és a milíciák is elhagyják az országot. Népes menekültáborok jönnek létre a határ több pontján, az állapotokot ott aggasztóak, a segélyszervezetek pedig egyszerűen tehetetlenek. Hogy egy kicsit tágabb perspektívából megnézzük, hogy hogyan történhetett meg mindez, beszéljünk röviden a nemzetközi közösség szerepéről is a népírtásban. Az világos, hogy az események kialakulásához nagyon nagy részben hozzátettek a gyarmatosítók. A népírtásnak viszont közvetlen előzményei is voltak, sőt több figyelmeztetés is érkezett az ENSZ és a nemzetközi közösség felé, hogy mi készül Ruandában. Ők viszont lassan és keveset reagáltak. Nem csak megelőzni nem sikerült az eseményeket, hanem például miközben már zajlott a népírtás, az ENSZ médiása nagyon sokáig kerülte azt, hogy nyilvánosan kimondja, hogy népírtás zajlik. Mert onnantól, hogy ez a szó elhangzik, onnantól az ENSZ-nek fellépési kötelezettsége lett volna. Mint említettem, a népírtás kezdete után két héten belül kivonták a legnagyobb részét a békefenntartó csapatoknak. Pár száz katona azonban ott maradt a helyszínen Rómeó Dallér vezetésével, aki nem volt hajlandó ott hagyni az országot, és aki folyamatosan kérte a főnökeit és az ENSZ-t, hogy küldjenek még erősítést, mert egyszerűen elszabadult a pokol, és nincs ki biztosítsa a civilek biztonságát. A népírtás kezdete után több mint egy hónappal rendelkezett az ENSZ a békefenntartó csapatok számának növeléséről, de eddigre igazából a népírtás 80-90%-a már lezajlott. Dallér egyébként végig ott volt, és évekkel később mentálisan bele is roppant a helyzetbe. Írt egy könyvet, ami nem csak a népírtás, de annak az előzményeit is felöleli, nagyon mély részletességgel. Az ENSZ működését, nehézségeit és felelősségét is pedzegeti egyébként elég rendesen, szóval szerintem egy nagyon érdekes olvasmány. Tudtom, a jelenleg csak angolul elérhető, nagyon kár érte, de hogyha ez neked esetleg nem okoz nehézséget, akkor feltétlenül ajánlom az elolvasását. És hogy miért volt lassú és határozatlan a nemzetközi közösség reakciója? Egyrészt a hidegháború után vagyunk. Ruanda egy kicsit úgy a senki földje. Nincs ott igazán érdekeltség egyik nagyhatalomnak sem, nincsenek jelentős természeti erőforrások, és ami talán a legfontosabb, hogy egy időben az itteni konfliktusokkal máshol is zajlanak a Földön olyan konfliktusok, ami a nemzetközi közösséget egyszerűen jobban értekli. Szomáliában polgárháború, illetve a jugoszláv vagy délszláv háború. Az ENSZ békefenntartó csapatai pedig az államok önkéntes felajánlásából állnak össze. Sőt, nem csak az embereket, de az eszközöket, amiket használnak, a járműveket, basszus, még a tollat meg a ceruzát is, amivel írnak, még azt is az országok adják. És ha senkinek sem elég fontos egy ügy, akkor ott nincsenek nagyon erőforrások vagy csak nagyon kevés. Ehhez jött még hozzá az ENSZ kifejezetten lassú és bürokratikus működése, ami már kvázi csak hab volt a tortám. És bár a nemzetközi közösség nem reagált adekvát módon, azért nagyon sok fontos gondolatot indított el ez az eset. Az egyik például az, hogy felismerték, hogy a békefenntartó missziók az akkori formájukban úgy, ahogy akkor működtek, az már többé nem volt hatékony. Egész egyszerűen ez a stílusú békefenntartás már nem volt elég. Ez az eset rámutatott az ENSZ rendszer hibáira is, utólag egyébként többszörösen is elmarasztalták az ensz amiért kifejezetten lassan és nem adekvát módon reagált. Tulajdonképpen nem tették a dolgukat. Az ENSZ missziója ugyanis többek között a nemzetközi béke és biztonság fenntartása. Úgyhogy késve ugyan, de felismerték, hogy milyen súlyosak voltak a ruandai történések, a belgák pedig kiemelten is foglalkoztak egyébként ezzel az egésszel, és pár év múlva hivatalosan is elismerték a felelősségüket, és bocsánatot kértek Ruandától. Tudom, mire gondol, ez már nem hozza vissza a közel egy millió áldozatot, és a több százezer menekülté vált ember életét sem hozza rendbe. De egyáltalán a felelősségvállalás és a kimondása annak, hogy igen, szerepük volt abban, ahova az ország jutott, és a bocsánatkérés, ezek mind nagyon fontos mozzanatok lehetnek a megbékélésben és a megbocsátásban. A népírtás követően az egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy egy A4-es lap nem volt elég arra, hogy felsorolják azoknak a nevét, akiket számon kellett kérni. Itt százezrekről volt szó. A társadalom akkora tömegéről beszélünk, hogy konkrétan mindenkinek a felelősségre vonása szinte lehetetlen volt. A legfelső politikai irányítóktól a legátlagosabb ruandai lakosig mindenki, nyakig benne volt a történetben. Ezek után megpróbálni visszatérni a megszokott élethez, normális szomszédi viszonyokat kialakítani, Közösséget működtetni, iskolába járni, neheztelés és gyűlölet nélkül, na ez nem kis kihívás volt. Az eset méretei miatt több szinten tárgyalták a bűnösséget. Egyrészt létrehoztak egy adhok nemzetközi bíróságot, kifejezetten a ruandai ügyhöz, működtek nemzeti, országos szintű bíróságok, illetve ilyen kisebb területi, a lakosok által működtetett, egy hagyományosabb bíráskodási rendszert is felélesztettek. Átfogó megbékélési programokat indítottak. A kormány egyik nagyon erős célja lett egy közös ruandai identitás létrehozása. Elkezdtek az oktatásra nagyobb hangsúlyt fektetni, ahol kifejezetten sokat foglalkoztak a békés együttéléssel, a toleranciával. Ezeknek a megbékélési programoknak az egyik típusa szerintem, ami jól példázza, hogy miről szólt ez az egész hogy voltak ilyen táborok, ami kifejezetten a fiatalokat célozták meg. A ruandai vezetés ugyanis pontosan látta, hogy ők a jövő. Tőlük függ az, hogy sikerül -e ezt az országot újra összerakni. És tőlük függ az, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát. Ruanda hihetetlen fejlődésen ment át az elmúlt 25 évben, rengeteg erőfeszítést tettek annak érdekében, hogy újraépítsék az országot, és hogy egy jól működő társadalom, egy jól működő állam jöjjön létre. Gazdasági szempontból egyáltalán nem áll rosszul, a növekedés impozáns, alacsony a korrupció, nincs éhezés. Alapvetően ugyan egy patriarchális társadalom, de a női képviselők aránya a parlamentben világszinten kiemelkedő. Afrika egyik legtisztább országa, és a fenntarthatóságra való törekvésüket is kiemelném, például ők már 2008-ban betiltották a műanyag zacskó használatát. Ami negatívum, hogy bár a gazdaság növekszik, de az egyenlőtlenségek továbbra is jelentősek egyre inkább nyílik ki az olló a gazdagok és a szegények közt, ami ugye nem csak afrikai államokra jellemző egyébként. A gazdasági rendszer nagyon egyoldalú. Az ország nagyon nagy mértékben támaszkodik a mezőgazdaságra, ami sebezhetővé teszi. A demokrácia az azért még nem áll a legerősebb lábakon. Tehát, hogy az ellenzéki erőket azt még mindig elég nagy elánnal igyekeznek eltávolítani az útból, illetve elhallgattatni. Valamint a beszámolók szerint a választások tisztasága sem teljesen biztos, hogy megvan. És hát hiába telt el 30 év a népírtás óta, a megbékélés folyamat az még mindig tart. Az elveszített bizalmat visszaépíteni, hát az nem pár nap. Egyéni szinten és nemzeti szinten sem. Nehéz végszót mondani egy ilyen történet után. Ez egyike azoknak a nemzetközi eseményeknek, amikről szerintem soha nem szabadna megfeledkeznünk. Elsőre talán elképzelhetetlennek tűnik egy ilyen után, hogy ebből valaha is felálljon egy nemzet. És bár nem mondható, hogy azóta teljesen begyógyultak a sebek, mert aztán soha nem fog eljönni. De amit azóta véghez vittek, az azért reménykeltő. Ez kevés kapaszkodó én tudom. De azért ez is valami. A tanulságok levonását pedig meghagyom mindenki részére. Kíváncsi vagyok, milyen érzéseket keltett benned ez a történet. Köszönöm, hogy meghallgattál. Remélem, hogy nem sokára újra találkozunk egy lehet, hogy kicsit kevésbé nyomasztó videóban. Ölelés!